Maximális elszántsággal készülődött fiú csapatunk a Telekom Veszprém elleni ifjúsági döntőre. A játékosok egymás bíztatva hangolódtak az aranymeccsre, ennek megfelelően egy 4-1-es rohammal kezdtek, gyorsan egyértelművé vált tehát a NEKA fölény, és a félidőben már 15-9-re vezetett Sótonyi László együttese. A folytatásban is rendkívül jól és fegyelmezetten védekeztek játékosaink, miközben Győri Kristóf a kapuban remekelt. A második félidőben olyan gólparádé következett, amivel egyszerűen állva hagytuk az ellenfelet. Igazi örömjátékkal 32-17-es győzelem mellett ifjúsági bajnok a NEKA, ami még a sokat megélt vezetőedzőt is meglepte. Igazából nagyon örülök, úgyhogy meg is vagyok hatódva. Nem vártam, hogy ekkora különbség lesz. Tehát tényleg ez a csapat, ez van le a kalappal, meg egész évben. Hozzátartozik a Bence, aki megsérült, hozzátartoznak a sérültek, de így, ahogy vagyunk, ez egy fantasztikus társaság volt. Úgyhogy örültem neki, hogy egész évben így tudtunk dolgozni, ennyit fejlődni, és hát annak meg a legjobban örülök, hogy sikerült aranyéremmel befejezni. Engem az a fejlődés nyűgözött le, amit a fiúk bemutattak, és az amiatt volt, hogy rendkívül motiváltak voltak. És hát ez fantasztikus érzés. Kovács Gergő hosszú sérülés után csak tavasszal tért vissza a csapathoz, mégis fontos láncszeme tudott lenni a gépezetnek. Úgy érzem, hogy megérdemeltük ezt a győzelmet, egész évben dolgoztunk érte és megcsináltuk. Egybe vagyunk, nem egyéniségekben jó, hanem együtt. Nagyon jó a csapat, végre összeállt így a végre, meg főleg. Egy csapatkapitánynak nem csak a mérkőzéseken és az öltözőben, de a legváratlanabb helyzetben is helyt kell állnia. A győzelem után például a mikrofon előtt is. Jó érzés, hogy a sok munka, amit az egész évben belefetszöltünk, az most kifizetődik, és látszik is az eredményen. Nagyon boldog vagyunk, és még mindig motiváltak. Rengeteget ez a mindennapos fárasztó munka, napi 2 edzések. Hát igen, amiket beleteszünk, ilyenkor jön meg az eredménye. És szeretnék folytatni. Térdműtéte miatt az utóbbi hónapokban csak a pálya mellől tudta segíteni társait a csapat egyik vezéregyénisége. Az akadémián idén végző Bálint Bence oroszlán részt vállalt a NEKA mostani és korábbi sikereiből is, így az itt töltött évekről és a bajnoki címmel megkoronázott szezonról egyaránt elégedetten nyilatkozott. Sokáig hibátlanok voltunk, és mindenki tényleg azt csinálta, amit kellett. Utána jött a fél év, ott kicsit leengedtünk, hogy az évvég elhittük, hogy a Babis hús, és utána már kicsit visszavettünk, de utána Laci bár ránk szólt, és elkapott minket. És ugye itt az eredménye fantasztikus, hát amit vártam, hogy ide jövök, az sokkal fölülmúlta úgymond, és tényleg nem tudom elképzelni. Ez a sérülési rosszkor jött itt a végén, kihagyok, de szerintem amiért ide jöttem, elértem a célomat, 3 ifjú győzelem, boldog vagyok, és megyek tovább.